Ismét egy 60 és sportoló öregbítette városunk jó hírnevét, ugyanis néhány napja Laska Bence világbajnoki bronzérmet szerzett a jezolói kickbox világbajnokságon. A fiatal sportoló neve már nem ismeretlen a sportéletben, az elmúlt években többször is megmérettette magát a harcosok éjszakáján, tavaly pedig ifjúsági K1 Európa bajnok lett. A 18 éves sportoló az Aktív 60 című magazin műsorunkban edzőjével, Hatvani Ferenccel részletes beszámolót tartott a verseny élményeiről és a tapasztalatokról. Szeptember 16-án utaztam Olaszországba, Jezolóba, ahol a Vakó világbajnokság most került megrendezésre. Junior és kadett világbajnokság, tehát ez azt jelenti, hogy a felnőttek itt nem szerepeltek. Összesen 3 meccsem volt, az első meccsem egy izraeli ellenféllel. Tudni illik, hogy ő a tavaly előtti világbajnokságot megnyerte. Ugye 2 évente vannak világbajnokságok. Illetve idén a budapesti világkupát is sikerült megnyernie, ezért egy nagyon erős ellenféllel kerültem össze. Az izraeli versenyző ellen Bence mégis nyerni tudott, majd aztán egy orosz ellenfélen is sikerült felülkerekednie. A harmadik ellenfele egy bolgár versenyző volt, akit a bírók jobbnak minősítettek, így a 60-i versenyző bronzérmes lett a világbajnokságon. Laska Bence hozzátette, az elért eredménynek nagyon örül, mert 10 év kemény munkája van ebben a teljesítményben. Folyamatos edzések és hatalmas kitartás kellett ahhoz, hogy idáig eljusson. Az elszántsága és a sport iránti érzet szenvedélye pedig töretlen. Hatvani Ferenc, a sportoló edzője elmondta, nagyon büszke a tanítványa teljesítményére, sok szép eredményt jósol még a sportolónak a jövőben. Bence versenyzőként egy nagyon jó genetikai hátteret örökölt a szüleitől. Édesapja, édesanyja is atléták voltak valamikor, eredményes jó atléták, és ez a genetikája következtében az izomcsoportjai nagyon jó alkalmazkodtak ehhez a küzdősporthoz. Nagyon gyors, nagyon robbanékony, és ez az egyik alapja annak, hogy ennyire sikeres, azon kívül természetesen, hogy rengeteg munka, áldozatvállalás és kőkemény edzés van mögötte. Laska Bence legközelebb az október 6-ai harcosok éjszakáján fog küzdeni, amit idén már 9. alkalommal rendeznek meg a városban.